De az se igaz, amit mondanak, mert a 80-as év, a 70-es évek elejétől egyre szigorodott a magyar környezetvédelem, ami elég sok gondot okozott az itteniekre. Csak elmondom, mert ha hallgatják a rádiót vagy a tévét, akkor itt nem volt környezetvédelem. Hát volt, mert Kán Károly megírtam a 30-as években a környezetvédelemről a könyvét, ugye? Úgyhogy, na most itt kötelezték őket a ciszternák és vízkutatók beállítására, hogy itt volt egy másik üzem, amiről nem szóltam. Kérem szépen, azt, hogy a földig lerombolták, a magyar méhütőipar is Cseperről indult, nem mindenki, például Napolamos is született, Jézus Krisztus. Tehát nem vagyunk elfogultak, azt hiszem, de a magyar hűtőipar, a méhütőipar is innen indult, a Mirelit cég itt volt, itt létesítették a 40-es évek elején, és például annak is elejétek már 70-es években, hogy milyen berendezésekkel dolgozom, hogy az ajtók például rozsdamentes acéltól kellett, hogy készítsék, hogy megfeleljen a környezetvédelmi elvírásoknak. És folyamatosan javult és tisztult a víz itt ennek folytán, de persze a budapesti szennyvíz szennyezte a Dunát egészen mostanáig, amíg ugye ez a szennyvíz el nem készült. És ha van itt horgász, azoknak mondom el, hogy mikor elkezdték a kitükröző öblöket mélyíteni, akkor a halak ezt észrevették, egyébként is a vizák ugye egészen tudjuk Pozsonyig is fölmentek, az a vizafogó Pesten, de Pozsonynál is volt nagy halászat. És akkor itt volt, hogy 300 mázsa halat fogtak ki az új öbölbe, annyira megszerették a halak. Hát most nem tudom milyen a fogási arány, meg itt nem is látok a sorgát, pedig itt is szoktak ülni. Na akkor folytatom a kikötő történetet, tehát az építés megindult, és itt 5 öblöt terveztek, amiből 1928-ra csak a következő öböl épült ki. Annak az épületeiről majd akkor a helyben. Csend és szület. Tessék? Hogy nem mesterséges, de már azért kotrókkal dolgoztak épületben. Majd a témalat tessék meg, a témalat elosztott. Én úgy utálok könyvet írni, pedig állom, mert még jól van. Valahogy ne azt örök.